Brutális tömeggyilkosságot tervezett egy Budapesten élő norvég férfi, akinek egy fő célkitűzése volt, hogy valahogyan túlszárnyalja honfitársát, Anders Bering Breiviket, aki 2011-ben 77 embert mészárolt le Norvégiában. A rendőrség és a TEK által közzétett videó alapján úgy tűnik, hogy a gyanúsított még hasonlít is a kegyetlen gyilkosra. Ráadásul nem ez az egyetlen eset a közelmúltból, amikor a terror elhárításnak intézkednie kellett komoly fenyegetettség miatt. Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Kulifai Máté. Ebben a podcast sorozatban rendkívüli cikkek és hírek hátterét igyekszem megvilágítani. Ha kíváncsi a folytatásra, kérem iratkozzon fel a YouTube csatornára és állítsa be az értesítéseket a csengőgomb megnyomásával. Nyilvános videói szerint a Norvég Breivikéhez hasonló mészárlást tervezett az a Budapesten élő norvég állampolgár, akit a TEK műveleti egysége a múlt héten fogott el, adta hírül a polisz.hu. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozó irodája terrorcselekmény elkövetésével való fenyegetés miatt indított vele szemben büntető eljárást. A 45 éves férfit a bírósága hétvégén letartóztatta. A nyomozó irodát még a terrorelhárítási központ értesítette arról, hogy egy Budapesten élő norvég férfi az elmúlt időszakban több olyan videót tett közzé a videó megosztó portálokon, amiben emberek megölését tervezi. A jelzést követően a kényszenléti rendőrség nyomozó főosztálya azonnal megkezdte a felvételek elemzését és az azokon szereplő férfi beazonosítását, illetve az általa tervezett cselekménnyel kapcsolatos valamennyi információ beszerzését. A 45 éves norvég férfi által közzétett videók arról szóltak, hogy a 2011-es Anders Bering Breivik által végrehajtott 77 áldozattal járó terror támadást akarta túlszárnyalni. A rögzített anyagok nagy részében a fenyegetőző férfi norvégul beszélt, de néhány felvételen angolul is hallható. Például ilyen fenyegetések hangoztak el tőle. Elveszek mindent, ami számít, ami értékes, elpusztítom az országot, csak figyeljetek, bárhol támadhatok, repülő, reptér, vasúti pályaudvar, semmi nem probléma nekem, el fogom pusztítani az ártatlanokat. Hallható például az egyik felvételem. Miután a nyomozók az adatgyűjtés során felvették a kapcsolatot a norvég rendőrséggel is, a tájékoztatásuk alapján kiderült, hogy a férfit a hazájában Korábban már többször is elítélték különböző erőszakos és szexuális bűncselekmények miatt. Így nem volt kérdés a hatóságok számára, hogy minél hamarabb el kell fogni a férfit, a jelzést követő pár órán belül ez meg is történt, mármint az összehangolt akció, aminek végrehajtására a cselekmény súlyára való tekintettel a nyomozó iroda a terror elhárítást kérte fel. A norvég bűnözőt a budapesti albérletében fogták el 2023. június 14-én, a rendőrök többször is átkutatták a lakását, számos számítástechnikai eszközt lefoglaltak. Miután a nyomozók kihallgatták a terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés büntet megalapozott gyanúja miatt a férfit, bűnügyi őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását is. A bíróság ezt meg is tette, majd a kényszerintézkedést az igazságügyi megfigyelő és elmegyógyító intézetben rendelte el végrehajtani. Anders Breivik egyébként még 2011. júliusában hajtott végre támadássorozatot oszlóban. Előbb egy autóba rejtett pokolgépet robbantott fel, ami 8 ember halálát okozta, majd két órával később rendőr egyenruhában áthajozott utolja szigetére ahol az akkor kormányon levő munkás ifjúsági táborában 69 tizenéves fiatalt lőtt agyon. Breiviket 21 év börtönbüntetésre ítélték, de azóta sem hagy nyugtot a norvég társadalomnak. 2016-ban azért perelte be az államot, mert szerinte korlátozták az emberi jogaid, konkrétan a túlgyakori vetköztetésre, bilincselésre és a börtönkoszt minőségére panaszkodott, Tavaly januárban pedig kérvényezte a szabadlábra helyezését, de ezt a bírák elutasították, mert szerintük továbbra is veszélyt jelent a társadalomra. Norvégiában egyébként a maximális börtönbüntetés 21 év, ám ha utána is veszélyesnek bizonyul, akkor korlátlan ideig meghosszabbíthatják a büntetését. Még áprilisban is intézkednie kellett a terrorelhárításnak Magyarországon. Egy 17 éves miskolci fiú azt tervezte, hogy az általános iskolájában elkezd lövöldözni. A közétett bejegyzéseiben azt írja, hogy azért ez az alkalmas hely, mert közel van a lakóhelyéhez, és ismeri az épületet, hogyan kell ott közlekedni. A borsod új Zemplén vármegyei főügyészség szóvivője, Jog Zsolt, arról is beszámolt, hogy a tinédzser 7 éves gyerekeket akart megtámadni, mert azokat sokkal könnyebb, mint a kamasz tanulókat, azok nem állnak úgy ellen idézte a szóvívő a fiút. Tudta azt is, hogy az osztálytermek körülbelül 20-25 fősek, ezért legalább két osztályterembe akart bemenni, azaz legalább 50 diák lelövését tervezhette. A fiú terve egyébként az volt, hogyha végez a tömegmészállással, akkor magával is végez, ám ha ez, ez nem lett volna meg elég bátorsága, akkor a rendőrök ellen fordult volna. A tinédzser alaposan kitervelte, hogy milyen ruhát visel majd, és melyik fegyver a legmegfelelőbb egy ilyen támadáshoz. A fiú azt is elmondta, hogy öngyilkos hajlamai vannak, nincs jövőképe, szociális próbiája van, nem tud dolgozni, iskolába járni sem, és nem várt semmit az élettől. Ugyancsak az utolsó pillanatban sikerült megakadályozni egy véres terrortámadást Bécsben is. Pár napja adták hírül az osztrák hatóságok, hogy három iszlám állammal szimpatizáló fiatal férfi terrortámadást akart végrehajtani a bécsi Pride felvonuláson. Az osztrák állambédelmi szolgálat vezetője a sajtótájékoztatóján elmondta, hogy 14, 17 és 20 éves gyanúsítottakról van szó, akiket egy órával a Pride előtt tartoztattak le, a rendezvényen mintegy 300 ezer ember vett részt. A titkos szolgálat már korábban is tudomást szerzett a támadók tervéről, folyamatos megfigyelés alatt tartotta őket, a házkutatások során több bizonyítékot és fegyvert is találtak náluk. A három gyanúsított, egyébként bosnyák és csecsen származású osztrák állampolgárok, a személyazonosságukat nem hozták nyilvánosságra, de azt igen, hogy az interneten radikalizálódtak és szimpatizáltak az iszlám állam nevű terrorszervezettel. A terveik szerint késekkel is egy autóval tervezték végrehajtani a támadást. De nem csak iszlamista terroristák vagy Breivik utánzatok és iskolai lövöldözők kerülnek rendőrkézre, hanem hírhed drogbárók is. Tavaly nyáron fogták el Budapesten például a 45 tonna kokain csempésző brazil drogbárót, aki ellen 30 évig terjedő szabadságvesztéssel adtak ki nemzetközi elfogató parancsot. A magyar hatóságok szerint az nehezítette, a férfi felkutatását, hogy néhány éve halottnak nyilvánította magát, és több mint tíz álnevet és hamis iratokat használt. Végül egy budapesti vendéglátóhely teraszán a tech közreműködésével fogták el a célszemélyt, aki még a kihallgatása során is tagadta, hogy ő lenne az Interpol által körözött személy, viszont az új lenyomata egyezés mutatott. Az egyik legnagyobb brazil lap csak a brazil Escobárként hivatkozik a férfire, aki meglepő módon még 1997-ben a rendőrséghez is csatlakozott, ahol 30 éven belül őrnagyi rangig jutott. Amikor 230 kg kokainnal lebukott, akkor 15 év börtönt kapott, ám a szabadulását követően ismét kokaincsempészésbe fogott és amikor ismét elkapták, akkor óvadékkal kiengedték, ekkor szerzett be egy halotti bizonyítványt, hogy elkerülje a bírói ítéletet. Ajánlom a figyelmükbe a hetek aktuális lapszámát is, amelyben most megemlékezünk a napokban elhúnyt világhírű tévés prédikátorról, Pet Robertsonról, valamint olvashatnak a parlament elé kerülő státusz kérdéses elemeiről is. De írtunk a washington teljesen maga alágyűrő transzideológiáról és az Európai Unió migráns kvóta körüli viharairól is. A lapot kérje az újságárusító helyeken, vagy fizessen elő a hetek.hu per előfizetés oldalon. Köszönöm a figyelmüket, ha tetszett ez a podcast kérem iratkozzanak fel a YouTube csatornára, és állítsák be az értesítéseket a csengőgom megnyomásával. Ha szeretné támogatni további podcastjeink elkészültét, ezt is megteheti a videó alatti sávban található köszönet gomb megnyomásával, egy tetszőleges összeget kiválasztva. Vigyázzanak magukra!